A kommunizmus áldozataira emlékezünk minden év február 25-én, az országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozatának értelmében. 1947. február 25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a kommunistákkal szembeni kiállása miatt a megszálló szovjet katonai hatóságok jogtalanul letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol 8 évet töltött fogságban. Először a Gulágon, majd az Állambiztonsági Minisztérium moszkvai központi börtönében. Molnár Attila polgármester, Vajda Bence és Hajnal Dóra önkormányzati képviselők koszorút helyeztek el és mécseseket gyújtottak a kommunizmus áldozatainak emlékére a lengyárnál felállított kopjafánál. 100 millióra tehető a kommunizmus áldozatainak száma az egész világon. Kelet-Közép-Európában az éhínségben, kényszermunkatáborban vagy kivégzés által elhunyt áldozatok száma eléri az 1 milliót. De a rendszer áldozata az is, akit börtönbe zártak, vallattak, kínoztak, megbélyegeztek, akit csoport vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek, vagyis mindenki, akit a szabad cselekvés és választás lehetőségétől megfosztottak, testileg és lelkileg megnyomorítottak.